21. fejezet. Percek teltek el így, már nem is emlékszem tisztán, meddig álltam ott, a gyötrő fájdalomtól mozdulni sem bírva. Mintha hűvös, sötét alagútba zuhannék, amelynek nincs vége, nincs kijárata. Végtagjaim ólomnál súlyosabbak, nincs fény, nincs hang, csak tapadó sötétség, és én hullok-hullok lefelé. Nem tudok és nem is akarok megkapaszkodni. Az életem láttam magam előtt, ami még hátra van. Annak nyomorúságát, kilátástalanságát és sötétségét. Harkness rezdült a szobató felén. Marian. Iván hangja volt, gyönge, alig hallható, de az övé. Megfordultam. Ugyanott feküdt, ahol az előbb, és ugyanabban a testhelyzetben, de a szemét kinyitotta, és a fejét felén fordította. Marian mondta, és mosolyogni próbált. Nincs semmi baj. És akkor megértettem, hogy nem halt meg. Él, és minden rendben lesz, és a boldogság és a megkönnyebbülés árját alig bírtam elviselni. Oda rohantam hozzá, jobb karommal átöleltem, balral arcomhoz szorítottam a fejét, és ráborulva csókoltam, ahol értem, nem törődve azzal, hogy véres leszek. Csókoltam az arcát, a száját, a szemét, az állát, majd megint a szemét, a száját. Apró csókokkal hintettem tele mindenét. Azt hiszem, nagy fájdalmat okoztam neki elragadtatásomban, de nem szólt, nem intett le. Lassan felemelte a kezét, és tenyere rásimult a derekamra. Éreztem meleg érintését a sejmen át. Ez némiképp visszarántott a valóságba, és azonnal látni akartam, hol sebesült meg, és tüstént enyhíteni a fájdalmát. Mutasd, hol fáj, mutasd, hol szúrt meg. Kapkodva próbáltam leszedni róla a véres inget. Először a gombokkal bajlódtam lázasan, majd mert azok nem engedelmeskedtek remegő ujjaimnak. A nadrág dereka mögül rángattam ki a vékony vásznat, hogy láthassam a sebeit. Iván a másik kezével, amelyik nem a derekamon pihent, megfogta az arcom, és finoman kényszerített, hogy fejezzem be a kutakodást és nézzek rá. Hagyd most ezt, mondta. Közvetlen közelről néztem az arcát, és szerelmet láttam rajta, és elsöprő vágyat. Közel húzott és megcsókolt. Felrobbant és szétáradt bennem az öröm, az egymásra találás boldogsága, a keze, az ajka, a nyelve okozta gyönyörűség. Nem testi öröm volt ez, sokkal inkább egész valómat betöltő tökéletesség. Keze lejjebb csúszott a derekamról le a combomra, hogy a hasítékon keresztül elérhesse a bőrömet. Most a karót? Kérdeztem zihálva. Igen, válaszolta le ketten. De így nem tudsz, mondtam tétován, majd megértettem, hogy mit gondol. Egyetlen mozdulattal téptem le magamról a hálóinget, majd kibontottam és lejjebb húztam a nadrágját. Először csináltuk így, de megéreztem, hogy mit kell tennem. Hozzásimulva, ajkát csókolva ringattam magam rajta, és figyeltem a lélegzetét, hogy minél nagyobb örömet szerezzek neki. Szeretlek, sóhajtotta, és ismételtem én is ugyanezt sokszor. Szeretlek, Marian, szeretlek, mondta ki végre, ahogy azelőtt soha, és a végső pillanatban mindketten kinyitottuk a szemünket, hogy lássuk a másik boldog arcát. Fel kellene feküdnöd az ágyra. Nem maradhatsz itt a földön, mondtam percek múlva a tarkójának, amit oldalról láttam belőle. A rázkodásból tudtam, hogy hangtalanul nevet, majd felnyögött, mert a mozgás fájdalmat okozott neki. Igazad van, fel kellene másznom az ágyra. Nehezen ment a szintkülönbség áthidalása, mely a padlót az ágytól elválasztotta. Anyat feküdt, én elnyúltam mellette, és magamra húztam a takarót. Szólnom kellene apádnak, nézze meg a sebeidet, mondtam erőtlenül. Ráér, felelte. Hallgattunk egy sort, gyöngéden csókolgattam az arcát, ő lehúnyt szemmel hagyta. Most mi lesz velünk? Kérdeztem, de nem az eddigi kínzó bizonytalansággal, inkább kíváncsian. Az események döntöttek helyettem. Nem azért, mert Edwarddal kútba esett a frigyem, hisz találhatnék mást, akihez feleségül menjek. Azt értettem meg, nem veszíthetek többet, mintha Ivánt veszítem el. Még én sem tudom, de valamit kitalálunk, válaszolta Iván. Látta, csak nem megölte miatta Edwardot, és megérezte bennem az elhatározás nyugalmát. Felkönnyököltem, hogy jobban láthassam. Tengernyi kérdésem volt, amit nem tudtam feltenni korábban. Te sem ilyen feleségről álmodtál, amilyen én vagyok, mondtam, inkább kijelentve a tényt, mint valóban kérdezve. Én nem olyan férjet szerettem volna, mint ő, ezt mindketten tudtuk. Ő valószínűleg régebben is, mint én. Figyelmesen nézett, és kevésbé hasznavehetetlen kezével megsimogatta az arcom. Tudod, nem állt szándékomban megnősülni, mondta lassan, és elfordította rólam a tekintetét, mintha a múlton merengene. Elkomorodott az arca. Mindenkit elveszítettem, akit szerettem.
Az első családomat elvették tőlem, a másodikat pedig én hagytam el, megrándult az arca. Azt hittem, egyedül és szeretet nélkül megspórolhatom a fájdalmat. Felén fordította a tekintetét, és elmosolyodott. Szemében ugyanazt az örömet láttam, amit én is éreztem. Először csak szerelmes lettem beléd, szinte azonnal, ahogy megismertelek, mondta. Talán még előbb, már amikor megláttalak, akkor beléd szerettem, de ez olyannyira romantikus ostobaságnak tűnt a szememben, hogy nem is vettem tudomást róla. Kilátott még olyan marhaságot, hogy egy mértékletes, felnőtt férfi 10 éves kamaszként beleszeressen egy ideálképbe. És csak egyetlen alkalommal láttalak, akkor is csupán pillanatokra Jessica-nál. Amikor pár szót váltottunk, akkor ismertem be önmagam előtt, hogy szerelmes lettem. Letaglózott a felismerés. Elmosolyodott, én pityeregtem, ő nevetett kicsit ezen, és ujjaival letörölte a könnyeimet. Ezért voltam tuskó veled időnként. Láttam, bánt a gorombaság, és ez fájt nekem is. Pedig megfontolt pillanataimban elhatároztam, hogy elmarnak magam mellől. Te tanástalanul figyeltél, mert nem értetted a viselkedésem. Akár egy gyerek, őszintén örültél, ha kedves voltam veled, és elszontyolottál, ha durva. Egy tapasztaltabb nőszemély azonnal gyanút fog, és kihasználja a fölényét, de te mindent szó szerint vettél, amit mondtam. Azt hitted, különleges ember vagyok, akire nem érvényesek a szabályok. Sok rossz tulajdonságon mellett, mondta somolyogva, mint könnyelműség, felületesség és sötét butaság, bájos vagy ártatlan és gyöngéd. Amikor azt hitted, ellenállhatatlannak látlak, mulatságos voltál, és amikor nem törekedtél arra, hogy meghódíts, akkor megszerettelek. Magához húzott, és az arcához simultam. Tudtam, nem fogom elhagyni többé. Hogy fél órát pihentem, majd felkerekedtem, hogy a történtekről tájékoztassam a háziasszonyt. Jobb, ha mihamarabb megtudja, a legrangosabb vendége verekedésbe keveredett, és a botrány elkerülhetetlen. Köntöst húztam a hálóingemre, röpke csókkal búcsút vettem Ivántól, és elindultam megkeresni Miss Gertrude-ot. A lépcsőház hosszú ablakai előtt elhaladva kinéztem a kertbe. Az inasok nem szedték össze a fáklyák a teste, a legtöbbjük már leégett, csupán 3 kolmos lángja csapdosott a magasba. Összetört papírdobozt kergetett a fűben a feltámadó szél. Iván úgy tudta, Miss Gertrude szobáját a 3. emeleten találom. Kinyitottam az ajtót, és halkan, de jól érthetően beszóltam a sötétbe. Miss Gertrude? Semmi válasz. Enyémhez hasonló ágy körvonalait tudtam kivenni a sötétben, és hogy a drapéria körben le van eresztve. Beljebb léptem, és becsuktam magam mögött az ajtót. Nem tágítottam mellőle, még a kilincset sem engedtem el, hogy kezem ügyében legyen, ha menekülésre fogom a dolgot. Miss Gertrude, itt van? Kérem, ébredjen fel, Marian Rowling vagyok. Ahogy saját cérnavékony hangomból igyekeztem erőt meríteni, átszikázott rajtam a zsibbasztóan képtelen, de azért lehetségesnek vértődött. Mit teszek, ha Miss Gertrude nincs egyedül a drapéria mögött? És mit, ha épp apámmal van? De nem az lehetetlen. De ha mégis? Mindegy, határoztam el magam, akkor sem áldogálhatok itt reggelig. Miss Gertrude, mondtam, és óvatosan közelebb mentem az ágyhoz. Megrecsent az ágydeszka, ahogy ébredezni kezdett, és megfordult. Ki az? Kérdezte álmosan. Mi történt? Hallottam, a függöny mögött felgyorsul a mozgás, és a következő pillanatban megjelent Miss Gertrude csipkés főkötőbe bújtatott feje a drapériák között. A főkötő alól kiszabadultak összes főtjei, és kusszán meredeztek gyűrött arca körül. Ön az Lord Rowling? Kérdezte elképedten és ásított. Valami baj van? Egyetlen mozdulattal húzta szét maga előtt a függönyt, és kanyargós viszerekkel borított lábát lelógatta az ágyról. Láttam, már is éber, arcán megjelent az az élénk, feszült figyelmet tükröző kifejezés, amely jellemezte. Miss Gertrude, kezdtem, és igyekeztem megnyugtatni, ne izgassa fel magát. Kisebb baleset történt, Mr. Krylov megsebesült. Ó, mondta elszontyolodva, és összeszaladtak szája körül a ráncok. Nem jól csináltam a szobabeosztást. Vadászkutya sebességgel követték egymást a gondolatai. Alig tudtam vele lépést tartani, hogyan jutott el Iván sérülésétől rajtam keresztül, aki erről tudósítom odáig, hogy hibát követett el, amikor Edwarddal helyezett közös folyosóra, és nem Iván mellé szállásolt, akihez nyilvánvalóan gyöngét szálok fűznek. Súlyos a dolog? Kérdezte, és felpattant az ágyról. Nem, ne aggódjon, asszonyom. Tulajdonképpen nem történt helyrehozhatatlan tragédia, de orvosa lenne szükség. Villanásnyi ideig tartottam, amíg eldöntöttem, mi legyen.
Ne maga menjen Leszterhez, kisasszony, mert az illetlenség. Magam sietek hozzá, elvégre rokonom, és neki is a fiáról van szó. Rendületes mozdulattal összecsapta magának köpeny két szárát, és belegabajodott a hosszú övszalagba. Zsörtölődve kibóbozta, vagy mint akinek fogalma sincs, miről beszéltünk eddig, rám merett. Én mit csináljak, Miss Fairfood, amíg ön Robinson doktorért szaladt? Kérdeztem, hogy eszébe jusson, miről is beszéltünk. Ön Lady Rowling menjen és hívja az édesapját. Eszemben sincs felébreszteni apámat, tiltakoztam. Végre sikerült újra felvenni a papucsát, amiből az övvel való csatározás közben kilépett. Egy sóhajtásnyi időre felfüggesztett a nyüzsgészt, sem a kezével nem mabrált a ruházatán, sem a lábával nem tapogatózott a papucs után. Pedig jobban tennék kisasszony, ha még most melegében közölni édesapjával a szomorú hírt, hogy meghiúsult kézfogója Edward Flynnel. Bár én ezt egy szóval sem mondtam, hamar levonta a helyes következtetést. Ahogy sejtem, Lord Rowling bármennyire is megértő, figyelmes atya, nem fog üdvrivalgásban kitörni, ha értesül az eseményről, folytatta. De most Álmos, talán harci kedve is szendereg, nem fogja épp ő kardére hányni azt a kedves fiatalember, de talán megtenni holnap. Egyébként is nem merem vállalni a felelősséget, hogy románcukhoz segítő kezet nyújtsak. Jobb szeretném, ha az édesapja is belenne avatva a titokba, kisasszony. Igazat adtam neki. Apám elől sokáig nem takargathatom a történteket, akkor már jobb lesz ma éjjel bevallani neki, amikor Iván sebesült és elesett. Talán elnézőbb lesz iránta és irántam is. Szükségünk van a bocsánatára, hisz mindketten hibáztunk. Az én viselkedésem vezetett a mai drámához, amikor Iván megsebesült, Edward pedig megalázottan elmenekült. Hónapokon át bolondítottam Edwardot, és amikor nekem kedvesebb akadt, kidobtam a szemétdombra. Miss Fairfood előre parancsolt az ajtóban, majd ő lefelé indult, én át a másik szányba. Ahogy közeledtem apám szobájához, úgy szállt inomba a bátorságom. Már elhatároztam, mindenképpen Ivánnal tartok, reméltem szakításra apámmal nem került sor. Nem kopogtam, benyitottam, és az ágyához siettem. Hanyat feküdt, és nyitott szájjal halkan hortyogva szedte a levegőt. Akár egy szeretetre méltó vörös bajuszú Mikulás. Megérintettem a vállát, és enyhén megráztam. Jóval gyorsabban ébredt fel, mint Miss Fairfood. Nagyot horkantott, és már nyitva is volt a szeme. Szúrós tekintettel merett rám. Hátra léptem, és ő egy fiatal embert megszégyenítő gyorsasággal felült az ágyban. Végignézett rajtam. Mi a fene van már megint? Kérdezte lemondóan, és sóhajtott. Nem várhatott kellemes meglepetést hajnali ötkor tőlem. Iván megsebesült, Edward pedig elment, foglaltam össze a történteket. Felsóhajtott, és a térdére könyökölve tenyerébe hajtotta a fejét. Mit csináltatok már megint? Kérdezte, mint aki reméli, a legrosszabbat már hallotta. Edward és Iván összeverekedtek, kezdtem szaporán mesélni. Nem javítottam ki magam, hogy James jobb, ha megszokja az Ivánt. Edward piszkavassal Ivánra támadt, én bele akartam avatkozni, de Iván a testével fedezett az ütések elől, és megsérült. Nem különösebben súlyos, legalábbis ő azt állítja, és remélem úgy is van, hisz ő ért hozzá. Próbáltam Iván szerepét kisebbíteni, és inkább saját ügyetlen beavatkozási kísérletemet kidomborítani. Ha nagyon igazságos akarok lenni, akár azt is mondhatom, Iván feljött a szobámba, megütötte Edwardot, és az összecsapás meglehetősen elfajult. Amíg beszámolómat hallgatta, apám felállt, és a szoba sarkába állított festett karavánhoz ment. Felnyalábolta a székre hajtogatott ruháit, és azokat is magával vitte a paraván mögé. Szaporán öltözködni kezdett rejtekében. Eszébe se jutott, ma még tovább alhat, hisz világosodott keleten. Leült az ágya szélére, és két kézzel megragadva csizmája szárát, panaszos nyögések közepette kezdte felhúzni a jobb lábára. Percek óta nem szólt, megrekedt beszámolomhoz sem fűzött megjegyzéseket. Felhúzta az egyik csizmáját, és lehelyezte a földre. Erőt gyűjtött a baloldali lábbelihez. Felemelte a fejét, és tűnődve rám nézett. El fogod hagyni, mondta komoran, és ez a rövidke, kiméletlen mondat jobban fájt, mint ha ordítozna. Lehet, feleltem könnyeimmel küszködve. Én is félek, hogy túlságosan gyönge vagyok, és megfutamodom. Kevésnek bizonyul a kitartásom és a szerelmem. Mégis, reménykedem benne, hát ha sikerül. Ugyan mi táplálja ezt az oktalan reményt? Kérdezte. Az, hogy mindennél jobban szeretem őt, mondtam érzelmektől fűtött hangon.
Szerelem, szerelem, ezt mondogatod folyton, akár egy varázsszót. Mintha a szereteted lenne az utolsó és perdöntő érv, amely elsöpör minden józan megfontolást és észérvet. Szeretem, szeretem, hajtogatod, amikor a szerelmen kívül ezernyi más dolog is vár rád az életben. Mit tegyek, apám, ha nekem ez a legfontosabb? Ha semmi nem tesz olyan boldoggá, mint Iván szerelme. Ha mártíromságra vágysz, miért nem maradsz mellettem, és feláldozva boldogságod, miért nem segítesz nekem? Kérdezte. Több értelme lenne, mint orvos feleségként tengődni a pusztaságban, és kiszolgálni a férjedet. Felhúzta végre a csizmáját, felállt, és indulni készült. De én úgy éreztem, ha most apámat sikerül megnyőznöm, akkor valóban igazam is van. Le akar beszélni Ivánról, apám? Kérdeztem. Én ugyan nem. Elég nagy vagy már, hogy önállóan dönts. Eddig is hiába vártam, hogy veszekedjen velem, most sem mondta, megtiltom, hogy tönkretedd az életed. Egyszer azt kiabálta, hogy én az ön lánya vagyok, és kötelessége megvédenie magamtól is. A viselkedése arról árulkodik, hogy nincs meggyőződve az igazáról. Megtorpant és rám merett, majd feszülten elmosolyodott. Ügyes, mondta. Valóban kedvelem azt a fiút, de te nem fogod bírni mellette, lányom. Talán mégis, mondtam szinte könyörögve. Értse meg, apám, nincs más választásom. Vállalnom kell az életmódját, ha már ő nem vállalja az enyémet. Ez csodás eszme, mondta apám kétkedően, de te túl gyenge vagy hozzá. Azért áldását adja ránk? Kérdeztem sírva. Rám nézett, és végre megértette, fontos nekem a jóváhagyása, és fontos ő maga is. Megállt mellettem, átölelte a vállam, és nevetett. Ne itasd már az egereket, lányom! Miért gondolod, hogy csak nekem lehet igazam? Talán tévedek, és te választottál helyesen. Elvégre te is Raulin vagy. Epilógus. Nem akarodzott tovább aludni, igaz felkelni sem. Fáztam. Ivánt éjjel elhívták valahova, azt sem tudom, kik keresték, Karcsú alakját láttam hajladozni a sötétben, ahogy felöltözött, majd visszazuhantam az álomba. Nem tudtam pontosan mennyi az idő, úgy hét körül lehetett, mert világosodott odakint. Nem láttam az ágy lábánál álló kisasztalon az órát, az előttem meredező paplannal borított púptól. Ez a púp mind én voltam. Vagyis csak félig meddig én, nagyobbik részét születendő gyermekem alkotta. Elmosolyodtam, és a takaró alatt lassan végig simítottam a pocakomon. Pár percig csukott szemmel pihentem, és hagytam, hogy elárasszon az aprócska végtagok mozgása keltette boldogság. Az utóbbi hetekben következetesen ugyanott dögönyözte a bordáimat. Iván szerint ez azt jelenti, már nincs helye úszkálni, beszorult és lassan kifelé kívánkozik. Felnevettem. Iván olyan szentségtörően és mégis olyan kedvesen tudott beszélni a gyerekünkről, hogy megnevettetett és megrikatott egyszerre. Nehézkesen oldalra fordultam, jobb kezemmel segítve ülésbe tornáztam magam, majd felálltam. Belebújtam a vastag és ócska gyapjú kabátomba, és kimentem a konyhába. Jessica hajdani konyháján alig változtattunk valamit. A tűzhely, az asztal, a székek, az almárium ugyanott álltak. A sötétítő függönyt cseréltem ki pirosra, hogy kevésbé legyen öreges. Iván a dombtetőn belekezdett ugyan új otthonunk építésébe, de döcögősen haladt, mert mindig akadt fontosabb dolga. Azt hiszem, szerette ezt az öreg házat. Tulajdonképpen én is, ezért nem sürgettem. Az ajtó előtt kisméretű csizmákat rúgott le a lábáról valaki, az útban hevertek egymásra borulva. Iván odébb tolta őket, amikor kiment, de nem állította fel és helyezte egymás mellé, ahogy szokta. Álmos lehetett nagyon, amikor elment. Vajon meddig lesz türelmes hozzám? Futott át rajtam a gondolat, mert a csizmák természetesen az enyémek voltak. Kimentem az udvarra, hogy kiengedjem a tyúkokat az orrból, és utána nézzek a lovaknak. Disznók tartásáról egyelőre sikerült lebeszélni életem párját. Magasan állt a hó az udvaron, de Iván gondosan elsöpörte az utat, ahol járnom kellett. Akár egy pingvin, úgy döcögtem fekete kabátomban az istálló felé. Jack szédült iramban szökelt a hóban, hogy üdvözöljön. Szokásához híve majd ledöntött a lábamról. Ezért Iván komolyan haragudott rá. Félt, hogy felborít a kutya, és valami bajom történik. Vagyis a babának. Lelkemre kötöttek, kizárólag az utakat használom, nem kószálok síkos terepre, ahol kitörhetem a lábam. Az istálló hideg volt, és lehangolóan üres. Hiányzott Jessica számtalan birkája, tehene és lova.
A négy igásló állt a hodályban, Iván a musztángján ment a beteghez. Egyetlen tehénként Mélán kérődzött a jászor mellett. A fejésen megpróbálom bevárni Ivánt, hát a grófné eltöri addig tőgye feszülését, döntöttem a borzongató félhomályban áldogálva. A kisbaltával feltörtem a lovak ivóvizén a jeget, majd fázósan összehúzva magamon a kabátot, elindultam a tyúkol felé. Észak felől feltámadt a szél, és arcomba csapta az égetően hideg porhavat. Könyv szökött a szemembe. Egy pillanatra megálltam, és kényszerítettem magam, hogy összehúzott szemmel egyenesen állva tűrjem a szél és a hó megújuló támadásait. Vajon meddig fogom bírni, kérdeztem magamtól, ahogy már annyiszor, amikor egyedül voltam, és elkeserített a magány, a hideg, vagy egy poloska a mosogató dézsában, esetleg parányi döglött egér a befőttes üvegben. Vajon bírni fogom? Kárpótolt mindezért Iván szerelme? Apró fekete pontra figyeltem fel a távolban, ahogy eltünedezve a hófehér kavargásban közeledett. Ő az ismertem fel, és elfelejtettem a kétségeimet. Kacagva szaladtam keresztül az udvaron, csizmán barátságosan klafogott a lábamon, és könnyes szemmel integettem a kapunál, bár Iván még nem láthatott. Közben majd szétfeszített a szerelem, a remény és a bizakodás. Vége. Köszönöm a figyelmet!